Számolják a szavazatokat a Pécsi Városházán az önkormányzati választáson még 2019-ben. Nem a megyeszékhelyen, hanem egy baronyai kis településen történt választási csalás az akkori voksoláson. Az ügyben most emeltek vádat. Baranya megyében egy kis településen polgármester jelöltként ketten indultak a választásokon. Közülük az egyik, az ügynek az elsőrendű vádlottja elhatározta, hogy ezt valamilyen módon befolyásolni megpróbálja magát a választásnak az eredményét, ezért két ismerősének szólt abból a célból, hogy azok szervezzenek be embereket, akik egyrészt bejelentkeznek ide a kistelepülésre, illetve a későbbiekben pedig a választásokon rá fognak szavazni. A két elkövető több embert beszervezett, hogy azok átjelentkezzenek és a megbízójukra az egyik polgármester jelöltre szavazzanak. Ezért pénzt kaptak, 5000 forintot az átjelentkezésért és 5000 forintot a megfelelő szavazatért. Az akció olyan jól sikerült, hogy az eredetileg 106 szavazójoggal rendelkező lakosból 200 fölötti lett a választás napjára. Különböző bejelentések miatt a választási bizottság az eredeti választásnak az eredményét megsemmisítette, és új eljárást írt ki. Ezen a megismételt eljárásban, amire novemberben került sor, már a másik polgármester jelölt szerezte meg a szavazatoknak a többségét. A bűncselekménynek a minősítése a választás rendjelni bűncselekmény büntettének a megállapítására alkalmas, ennek a büntetési tétele 3 évig terjedő szabadságvesztés. Összesen 25 ember ellen emeltek vádat. Az ügyészség a bűncselekményt szervező volt polgármester jelölt vádlott vonatkozásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetésre tett indítványt. A többiek esetében pénzbüntetés, illetve közérdekű munka kiszabása a javaslat.